Juhász Roland és Torgele Sándor is részt vett mentorként telkiben az OTP Bozsik Bajnokok rendezvényen, és láthatóan mindkét rutinos labdarúgó nagyon élvezte, hogy gyerekekkel foglalkozhat. Leginkább ezt tűztem ki célul a foci után, hogy gyerekfutballban szeretnék szerepet vállalni. Nagyon élvezem, ha a gyerekek között lehetek. Amikor még Belgiumban játszottam, a nyári szabadidős programot is csak akkor szakítottam meg, hogyha ilyen jellegű felkérés jött, hogy gyerekek közé kellett beszállni. Tényleg ilyenkor kicsit megfiatalodom, újra átélem azokat a pillanatokat, amik talán az legszebb pillanatok voltak a pályafutásomban, gyerekként elkezdeni ezt a ínyülő sportágat. Nagyon izgatott voltam a mai nap előtt, ugye, mivel olyan gyerekek vannak, akik várnak ránk, is mutatnunk kell nekik valamit. Laci, azért vagy fáradt, mert nem passzolsz. Gyere tovább! Rami Bence, ott van Bence, passz! Keveti helyzet, gyönyörű a középletek labda, azonban éppen, hogy nem sikerül kapcsol tenni a labdát. Mit tudok tenni ilyenkor? Mit tudok, mint az edzők általában? Mit tudok ilyenkor tenni? Nem vagy! De harsányilag megmondta valaki? Mit kell? Miért rúgja fel? Felkérdezik? Ha már fiatalokról beszélünk, azért a korosztályotokból többen is elmondták már, hogy nem látják annyira, hogy itt a fiatalok rájuk rúgnák az ajtót. Szerinted mi lehet ennek az oka, illetve te is így látod-e? Ugye hát a mentalitás, én abban látom a legnagyobb problémát. Ugye az, hogy amit te használtad, az maximálisan így van. Tehát nincs az, hogy bemegyek az ajtón ajtóstól, sőt még a tok is jön vele együtt, így ezt azért nem látom. Valóban én is picit azt hiányom, azt a kellő vagányságot, és azt tényleg, hogy minden áron oda akarjanak kerülni az első csapathoz. Tényleg azt mondhatom azt, hogy képzésben is, és minden magyar futballban most óriási lehetőségek vannak egy fiatal labdarúgó számára. Ugye volt ez a fiatal szabály is, voltak olyan kezdeményezések, hogy mindenképpen az ő érdekeiket és az ő pályájukat szolgálták. Bennem is van hiányérzet ebből kifolyólag, hogy tényleg ezt a lehetőséget az jobban meg kellett volna ragadni több játékosnak is. Remélem, hogy ebben azért majd változik közeljében a hozzáállásuk. Én valahol ebben is szeretnék. Én azt mindig azt vallom, hogy nem tehetség az egy dolog. Hát azért van egy profi pályafutó, profi labdarúgónak és egy profi sportolónak emellett egy élete, amire ugyanúgy fel kell készíteni, hogy jönnek olyan dolgok, olyan periódusok az életében, amit nem biztos, hogy tud kezelni. Szerintem ebben az idősebb, rutinosabb játékosok, ha esetleg ezek a fiatalok befogadók, akkor tudnak segíteni. Szerencsére azért egyre több olyan fiatalra találkozom, aki kíváncsi a véleményünkre, kíváncsi az, hogy arra, hogy a mi pályafutásunkban mi történt. Persze nem jelenti azt, hogy mindent jól látunk, de azért próbálunk abban segíteni nekik, hogy abban javuljanak mindenképpen, amit mi úgy éreztünk a mi pályafutásunkban, hogy nem biztos a legjobb döntés volt. Gól öröm volt. És mit mondanak az orvosok, mikor térhetsz vissza? Ugye hát a diagnózis az volt, hogy egy nagyon nagy mély szakadásom van a combfeszítő izomban, ami ugye pontosan nem lehet megmondani az, hogy mennyi ennek a kihagyási ideje, mivel ugye minden ember máshogy regenerálódik. Bízom benne, én azok közé tartozok, akik gyorsabban, de hát ugye nem akarom nagyon megerőszakolni ezt az egész dolgot, mivel ugye nekem a fő célom most már, hogy úgy néz ki, hogy feljutottunk az NB1-be, az, hogy a következő szezonra teljes értékű játékos legyek. Láttam, hogy itt ment az ugratás, ugye például Gerazolival is, nyilván azért is, mert hogy, vagy főleg azért, mert másik csapatot irányítottatok, amiatt ment az ugratás, hogy itt a csapatotok nagyon izgalmas bajnoki hajra elé néz az aranyéremért. Nem, arról nem is ejtettünk egy szót, csak tényleg próbáltunk csak ide koncentrálni, a gyerekekkel foglalkozni. Mi is itt egymásra inkább az eredmény alakulása miatt viteskedtünk, de bár mai nap tényleg nem az volt a fontos, hogy ki nyer és mennyivel, hanem az, hogy tényleg egy jót sportoljunk.
mai nap egy picit félretettük ezt a bajnoki hajrát és az egymás ellen való küzdést. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb az Oli is a pályán lesz, és tényleg a sérülése már a múlté lesz, mert azért a magyar futballnak is szükség van az Oli. És a jövő heti Fradi meccs mennyire téma már az öltözőben? Abszolút nem. Mondhatom, hogy mindig csak a soron kötődő meccsre koncentrálom ki, és ez talán a csapatnak ez egy nagyon nagy erőssége. Pont hétvégén is nyilatkoztam, hogy nagyon sokan környezetünkbe és akár a szurkolók révén is foglalkozom a Fradi meccsel, persze annak is majd eljön az idő, amikor ezzel kell foglalkozni. Jelen pillanatban nagyon fontos Paks meccs vár ránk, ami teljes koncentrációt igényel, hogy tényleg sikeresen vegyük ezt az újabb akadályt. Szerinted eldöntheti a bajnoki címet? Nem gondolom azt, hogy ez a mérkőzés fog a bajnoki címről dönteni, utána azért még lesz 4 forduló. Most lehet az idén is egy olyan helyzet alakul majd ki, hogy az utolsó forduló fog dönteni a bajnoki cím sorsáról. Torgellit arról is kérdeztük, mekkora ünneplés várható vasárnap, ha az MTK matematikailag is kivívja a feljutást az NB1-be. Nem lesz, mert nekünk nem az Oké, az volt a célunk, hogy feljussunk az első osztályba, de a fő célunk az, hogy bajnokként tudjunk visszajönni az NB1-be. Tehát az, hogy a vasárnap megvan már a feljutás, az csak egy részsiker, tehát majd akkor lesz pesgőbontás, amikor megnyerjük a bajnokságot. Kezdünk ki, gyerünk! Előre adunk, gyerünk! Tudod, a segíts! Szuper! Próbáld megszerezni a labdát! Hazad! Gyerünk!